Eddig nagyon jó a forgatás, az igazság, hogy 6 óta itt vagyunk. És azért 6 óta elkezdtünk egy kicsit iszogatni, jó kedvünk van, mindenki bulizik, úgyhogy egy irgalmatlan jó klipnek nézünk elébe, hála Istennek. Egy fiú és egy lány kapcsolatáról szól, amik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak együtt lenni, és úgyhogy mégis meghallják azt a számot, ami őket összehozta, vagy ami emlékezteti a kapcsolatukra, akkor nem tudják elfelejteni egymást, és mindig visszaemlékeznek, hogy mi történt. Egy ilyen nyári, lazább, drum and bass alapokon nyugvó kis szösszenet lett, ami egy nagyon exkluzív helyen készült, a Schwab-hegyen, a Brody villába, imádtuk ezt a helyet. Ez a klip ez abban különleges, hogy a saját rajongóinkat hívtuk meg statisztának. Két zenész barátunkat is bevontuk a klipbe, úgy gondoltuk, hogy jól fognak színészkedni, és első megkeresésre igen mondtak, úgyhogy nagyon örültünk neki. Nem mások, mint Wolfi a Punani Massziba és Járai Márka Halott Pénzből. Szerintem ez lesz az eddigi pályafutásunk legdurvább nyara, hiszen ott lehetünk az összes fesztiválon. Az alapvető koncepcióm az volt ezzel a klippel, hogy egy önmagában gyönyörű helyet a srácok zenéjén keresztül megtöltsünk élettel. Külön büszke vagyok rá, hogy mi lehetünk az első forgatócsapat, aki ebben a villában forgathatott. Az egész 3,5 perces sztori összvisz 6 összefüggő jelenetből áll. Kérek találni valamit, ezt akarom mondani, csak ne értetlenül. Gyakorlatilag ez egy összefüggések sorozata, ez a klip, minden egybefüggés, az egyik dolog történik a másikból. Nagyon kellett figyelni mindenre, hiszen körülbelül 40 statiszta volt, és hogyha már egy valaki nem úgy mozgott, akkor azt nekem korrigálnom kellett. A koncepció megkívánta, hogy 4 mérten magasról beugorjak a vízbe. Ezzel nincs is gond, amíg ugye egyszer be kell ugrani, addig mondhatni mókás, viszont a 9. ugrásnál azért akármilyen jól sikerül, hát megviseli a testet, lelket, szóval én a 9. ugrásnál imádkoztam, hogy srácok, ugye most ez sikerült, léci mondjátok, sikerült. Nekem egy ilyen párnacsatás jelenetem volt, fél jelenet. Hát igen, azt utána kiszedni azokat a kis tollakat így a hajadból, meg föltakarítani a tollakat, ez egy külön történet. Nekem volt egy medencés kis szerepem egy gitárral mentem be a medencébe, és nagyon fáztam már, de te is vizes lettél, te is fáztál. Meg azért emlékszem, mi ketten is ott már ilyen szeszes italokért kiáltottunk, hogy valami fűtsön minket, mert nagyon-nagyon hideg volt még a víz. Meg ilyen... A szerelem. Így van, fűtött minket a szerelem. Luci, kérlek, ezt siessünk ezeim, mert nem egy szép vagyunk. A klip külön érdekessége, hogy víz alatti felvételeket is csináltunk benne, és a víz alatti részt is próbáltuk élettel megtölteni egy extrém külsejű szereplőn keresztül. Rugalmasan működött minden, hogy nekem se volt igazából nehéz dolgom. Hogyha esetleg valaki megtalál valamelyik felvételen, akkor az kap a parkos koncertre egy ingyen jegyet a srácoktól. Csapó
1-2-3 hangpróba. A forgatáson nagyon sok italt biztosan... Tik, csapó! Ez csak egy felvezetés volt, hogy most ő szopja az én faszom. A dal egy fiú és egy lánynak a szerelmi történetéről szól. Nem tudnak... Újra. Nem tudok beszélni.